A Turay Ida Színház mutatta be szerdán Gyulán a Hamupipőke mesejátékot, melyet aznap két alkalommal vittek színre. Délelőtt óvodások, délután kisiskolások nézték meg a darabot. Hamupipőke! Takaríts ki ezt az átkozott tűzhelyet, mire visszajövök! Különben ma se kapsz enni! Charles Perrault meséje évszázadok óta elkápráztatja a gyerekeket, és az évek folyamán már több, mint 400 változata született a Hamupipőke című mesének. A hazánkban is ismert népmesei változat helyett azonban a Turay Ida Színház szeretné megismertetni a klasszikus, legrégebbi történetet, amelyben Hamupipőke cselédsorban él, és a szegénységből emelkedik ki kedvességével, szorgalmával és önzetlenségével. Nagyon sokféle átirat készült ebből a Hamupipőkéből, mint az összes többi ilyen meséből. Én nekem ez a nagyherceg figurája tök új volt. Én nem tudtam, hogy létezik egy ilyen hogy nagyherceg. Főleg aki így gonosz, én azt gondoltam, hogy csak a szakácsné meg a gonosz mostohák, akik a gonosz szerepet játszák. De ez egy nagyon nagy élmény egyébként, hogy a király mellett kell nekem itt árványkodnom. Én nagyon élvezem. Azt lehet, hogy megérdemelted, de ne feledd, ha valami bajra esik, neked kell ellátni a feladatait. A társulat tagjai azt mondták, a gyerekeknek mindig különleges élmény játszani, nem csak azért, mert hálás közönségnek számítanak, hanem azért is, mert kritikusak. Nekem ez az első éve, mint a Turay Ida Színháznál, és életemben most játszom először gyerekdarabokban, és állati jó dolog. Tehát annyi szeretet árad és figyelem a gyerekek felől, nincs olyan, hogy hosszú előadás, nincs olyan, hogy unalmas, nincs olyan, hogy közben elkezdenek zsizsizni, beszélgetni, hanem figyelnek csillogó szemmel, és nagyon hálásak általában a gyerekek. Bár ebben a darabban nem a nálunk legismertebb történetet dolgozták fel, azért itt is akadnak jótevők. A Tündér keresztanya segítségével Hamupipőke még a bálba is eljuthat, ahol rátalál a herceg és az igaz szerelem. Közben azt is megtudhatjuk, hogy a feltétel nélküli szeretet és a barátság legyőz minden akadályt.